Eszpész találkozó harmadik alkalommal, ezúttal Hajdúszoboszlón. A szervezők három napra teljesen megtöltötték programokkal a résztvevők napjait. Mi is megtekintettük ezeket az autókat, melyek korukhoz képest kitűnő állapotban vannak. Nem csoda, tulajdonosaik nagy becsben tartják őket. Egy hobbi vagy közös érdeklődési kör összehozza az embereket. Így alakult ki az Eszpész találkozó is, amelyet már harmadik alkalommal tartottak. Van egy internetes fórum, ahol csak ezzel az autótípussal kapcsolatban kérdéseket tudunk feltenni egymásnak, hogyha valaki el akar akár szereléssel, javítással, bármivel. És az egyik aktívabb tag úgy döntött, hogy szervez egy találkozót azért, hogy arca is legyen azoknak az embereknek, akiknek csak egy fórumos nick neve van. Ezért ő szervezte az első találkozót tavaly előtt. Az is egy ilyen kis családiasabb hangulatú találkozóra sikerült. Majd ebből igyekszünk egy hagyományt kialakítani. A tagok már ismerik egymást, barátságok szövődtek. Az előző találkozót mezőtúron szervezték. Háromnapos a rendezvény, milyen programok voltak? Hát péntek este ugye az ismerkedés, a gyülekedés, csak sajnos kevesen jöttek el, még olyanok se jöttek el, akik befizették előre a szállásdíjat, stb. Tegnap kimentünk a Hortobágyra, pusztabuszos program volt. Délután gokartozás, gokartverseny, felnőtt, női, gyermek, mindenki jól érezte magát ott is. Utána zenehallgatás, italozgatás, vacsora, babbujás. Finom falatok jó hangulatban, baráti közösségben. Ez az az autó, amely mind a három Eszpész találkozón ott volt, a motorja pedig Forma 1-es motorral felszerelt. Miben más ez az autótípus, mint a többi? Elsősorban mindig azt emelik ki ilyenkor, hogy jó, hát ez egy kényelmes francia autó. Tehát a laikusoknak ez az első. Mivel egy családi egytérű autóról beszélünk, ezért nagyon sok kényelmi és extra funkció van benne, ami egy hagyományos személyautóban vagy nincs benne, vagy nagyon feláras extra lenne. Leginkább ez az, ami kialakítja ennek az egész találkozónak is, meg a közösségnek a családi szellemét, ugye mivel említettem, családi autóról beszélünk, így az egész programsorozat is ehhez van alakítva, hogy ilyen kis családiasabb gyerekeknek, felnőtteknek, nagyszülőknek, mindenkinek szóló programok voltak. Ezek voltak Európában az első egyterű 7 személyes autók. Én ezt az enyémet 3 liter szilva pálinkáért vettem. Még műszakival, meg és azóta is nagyon szeretem. Tulajdonságokban, teljesítményben kivételes számokat hallottunk. Az eleje az majd 30 éves. Tehát ez a lényeg, hogy például a sajátunk az ugye 89-es évjáratú, több mint 500 000 kilométer van benne. Tehát ezek még egy viszonylag strapabíró megbízható autók. Valamint, amit mondtam, hogy korához képest például ez a piros autó igen jól felszerelt, olyan extrák találhatók benne, ami messze megelőzte a korát, tehát itt majd ha belenézünk, látszik, hogy kormány mögül vezérelhető rádió van benne, elektromos ablak, központi zár, napfénytető, gyárilag légkondicionáló, ezek azért a 80-as évek végén elég komoly extráknak számítottak, valamint az a lényege ezeknek még, hogy az egész autónak a karosszériája műanyag. Ezért remélhetőleg soha nem fog korodálni, mert ami nem műanyag, ami vas szerkezet rajta, az meg mind galvanizált. És ez a lényeg, hogy a rozsda nem támadja. Schillinger János készséggel mutatta meg nekünk autójának belsejét. Korához képest még nagyon jó állapotban van. És ahogy futott kilométerhez képest is nyilván. Motorjához egyszer kellett hozzányúlnom, akkor se egy olyan túl nagy gond volt, hanem a gumi alkatrészek, a hüvelytömítések gumiból vannak, és azok elfáradtak, elöregedtek. De hát ez nem csoda. Itt már megtalálható benne a kormányról vezérelhető rádió, klíma, ezekben központi zár, távirányítású, belső térkép megvilágító lámpa. Jól sikerült tehát a harmadik Eszpész találkozó, visszavárjuk őket.